segítségünk jön az Istentől, aki teremtette az egeket és a földet. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntelek, rég nem láttalak benneteket, 4 hete. Hiányoztatok, remélem, hogy én is hiányoztam nektek. A mikrofonnal egy kis gond van, sajnos az a mozgó mikrofon nincs rajtam, mert valamiért nem tudtam feltámasztani, úgyhogy ide leszek most szegezve ehhez a mikrofonhoz. Az Isten tiszteletünk rendhagyó, mert van egy nemzeti megemlékezés ma, hiszen ma emlékezünk meg október 6-ról, az aradi 13-ról, úgyhogy az Isten tisztelet első része erről fog szólni. Valamennyire megpróbálom ezt a történetet a gyerekekhez közelíteni, de nyilván úgy, hogy a felnőtteknek is szóljon, hiszen nekünk kötelességünk megemlékezni az aradi vértanúkról, az aradi 13-ról. Ezért bibliai történet ma nem lesz, hanem elsősorban az aradi vértanúkról fogok beszélni a gyerekeknek is, de a felnőtteknek is. Kezdjük az Isten tiszteletünket egy szép református zsoltárral. A 12. énekünkkel kezdünk. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. A 12. ének is az első, illetve a második vers. Aradi vértanúk az aradi 13. És akkor rögtön a gyerekekhez fordulok és kérdezem, vajon tudja-e valaki közületek, hogy mikor történt ez az eset, mikor
melyik évben milyen szabadságharchoz fűződik. Tudja valaki? Na? Ki emlékszik arra, hogy ezelőtt egy pár hónappal, márciusban, március 15-én mit ünnepeltünk? Emlékeztek? A szabadságharcot, a magyar szabadságharcot, így van, a szabadságharcnak a kitörését, az történt március 15-én, melyik évben? Ki emlékszik? Igen? Így van, 1848-ban tör ki a magyar szabadságharc, és kik ellen harcoltak akkor a mi őseink, a magyarok? Az osztrákok ellen. Így van, azt szerették volna, hogy Magyarország szabad és független legyen, és ezért kitört az 1848-as magyar szabadságharc. Én általában így szoktam megnevezni, nevezik még forradalomnak is, de a forradalom egy picit vitatott kifejezés, úgyhogy én inkább a szabadságharchoz ragaszkodom. Szóval, el tudtok-e mondani nekem, vagy meg tudtok-e valakit nevezni, aki 1848-ban, március 15-én nagy dolgot vitt véghez? Egy költőt mondjuk, aki írt egy szép verset. Na? Így van, Petőfi Sándor. És lássuk, ki tudja annak a híres versnek a címét. Kétféleképpen is szokták nevezni, de igazából egy hivatalos és a költő által adott címe van. Na mondjad! A nemzeti dal, így van. Na, a jó magyarok viszont hogy szokták még megnevezni ezt a híres költeményt? Az első sorát is szokták mondani. Na, olyan, aki nem válaszolt eddig még. Na, te mondjad akkor. Talpra magyar, így van, így van. Egy nagyon-nagyon híres költemény, és Sanyi bácsi nagyon szépen mondta ezt a költeményt, amikor ezelőtt egy pár hónappal megemlékeztünk 1848-ról. Azt is tudnotok kell, hogy mi magyarok 1848-1849 elején bizony-bizony megszorongattuk, sőt, úgy nézett ki, hogy már-már le is győztük az osztrákokat. Aztán történt valami, ami miatt sajnos a magyar szabadságharc megbukott, illetve talán szebben fogalmazunk, hogyha azt mondjuk, hogy a magyar szabadságharcot elfojtották, megfojtották. Ugyanis az történt, hogy amikor az osztrák császár látta, hogy a magyarok milyen vitézek, és Bem apóval és Görgei Artúrral, a nagy hadvezérekkel elkezdték kergetni az osztrák csapatokat, akkor az osztrák császár jó barátjához, érdekbarátjához, az orosz cárhoz fordult segítségért. És mi történt? Az osztrákok összefogtak az oroszokkal, és a nagy-nagy túlerővel már nem bírt a magyar sereg, a magyar honvédség. És 1849-ben, október 6-án, ugye elvesznek a vértanúk, de azelőtt leteszik a fegyvert Világosnál, mégpedig úgy, hogy nem az osztrákoknak adják meg magukat, hanem hogy bosszantsák egy picit még ezzel is az osztrákokat, az oroszoknak adják meg magukat. Görgei, a hadvezér az oroszokkal egyezik meg, hogy leteszik a fegyvert Világosnál, és az oroszok meg is ígérik azt, hogy nem esik bántódásuk. Sajnos ez nem így történt. Az osztrákok véres bosszút álltak, és kivégezték a magyar tábornokokat. Ezt most, amit most mondok, ezt a felnőtteknek mondom, hiszen számukra talán ez érthető, és
akár ismerősnek is tűnik, azért a nyugat-európai lelkek sosem voltak túlságosan oda mi érettünk magyarokért. Idézném a felnőttek számára Felix zu Schwarzenberg osztrák miniszterelnöknek a következő gondolatát. A kegyelem jó dolog, de előbb egy kicsit akasztunk. Nem szabad visszariadni egy kis vérfürdőtől, mondja ezt Felix zu Schwarzenberg osztrák miniszterelnök. Szóval nincs kegyelem, sajnos, és az osztrákok hajnalval az élen elítélik a magyar vezérkart, és ki is végzik őket. Elmondom most is a neveket, mert ezeket a neveket minden magyarnak ismerni, tudnia kell. A következő magyar tábornokokat, tiszteket végezték ki október 6-án, korán reggel, 5:30. Egy részüket golyó által, egy kisebbik részüket golyó által végezték ki, a többséget viszont kegyetlen akasztással végezték ki az osztrákok. Lőpor és golyó által halt halált Lázár Vilmos ezredes, Dezsőfi Arisztid tábornok, Kis Ernő tábornok és Schweidel József tábornok. 12 osztrák katona állt, töltött fegyverrel velük szembe, és így végezték ki őket. Kis Józsefet, vagy egyszer Kis Ernőt a vállán érte a találat, ezért nem halt meg, őt közvetlen közelről végezték ki az osztrák kinevezett hóhírok. És aztán reggel 6 óra után következett a kötél általi kivégzés, és ekkor végezték ki Lovag Pöltenberg Ernő tábornokot, Török Ignác tábornokot, Láner György tábornokot, Knézics Károly tábornokot, Nagy Sándor József tábornokot, Gróf Leininger Westerburg Károly tábornokot, Aulich Lajos tábornokot, Damjanich János tábornokot és Gróf Vécsei Károly tábornokot. Az aradi 13, akik felejthetetlenek, és akikre minden esztendőben kötelező megemlékezni. Nem ők voltak az egyetlen áldozatai természetesen a vérbosszúnak, hiszen más magyar vezetőket és tábornokokat is kivégeznek. Sajnos arra most nincs idő, hogy mindegyiknek a történetét elmondjuk, de az aradi 13-ról mindig kötelező megemlékezni, és így emlékeztünk meg róluk mi is. Ma ugyanaznap végzik ki Pesten az első magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost is. Isten áldja meg az emlékezetüket, és ti gyerekek, sose felejtsétek el, hogy nekünk magyaroknak olyan történelmünk van, amelyre büszkék lehetünk, és mi mindig is szerettük a szabadságot, és valahányszor megpróbáltuk kivívni a szabadságot, mindig úgy tettük, hogy a hazánkat próbáltuk felszabadítani, hogy a hazánkat próbáltuk megvédeni. Hiszem azt, hogy nem csak fegyverrel lehet győzni, hanem erkölcsileg is lehet győzni. Az aradi vértanúk, illetve akik velük együtt mártíromságot szenvedtek erkölcsi értelemben, akkor is győztek, hogyha a fegyveres túlerővel szemben már tehetetlenek voltak. Nos, ne felejtsétek el őket, és legyetek büszkék mindig arra, hogy magyarok vagytok, és mindig emlékezzetek meg októberben, október 6-án az aradi vértanukról. Elmondunk egy rövid imádságot, és utána a gyerekeket engedjük, mert nektek menni kell. Ebben az októberi hónapban a következő vallásóra is bizonyos fokig ilyen történelmi jellegű lesz, hiszen akkor fogunk megemlékezni 1956-ról, úgyhogy sok-sok történelem van, és sok-sok történelmi esemény van a magyarság életében,
mely októberben kerül majd ugye ünneplése, illetve ma megemlékezése, hiszen ma megemlékeztünk. Október 23-án viszont ünnepelünk, hiszen akkor a győzelmet ünnepeljük, annak a történetét majd aznap fogjuk elmondani, illetve ismertetni. Egy rövid imádság, és utána engedjük a gyerekeket vissza az iskolába. Istenünk, köszönjük, hogy megemlékezhettünk az aradi 13-ról, és minden olyan vértanúról, aki életét, sorsát áldozta a magyar szabadságért. Add, hogy megőrizzük az emlékezetüket, és add, hogy az ő példamutatásuk számunkra erkölcsileg kötelező legyen. Menj el, édesatyánk, áld meg az iskolát, áld meg a tanárokat, a diákokat, add, hogy bölcsességben, magyarságban, kereszténységben egyaránt növekedjenek a közösség és a világ javára. Áld meg őket, hogy valóban legyenek a tieid, és így legyenek ebben a világban, ebben a mostani világban világító lámpásai a te jóságodnak, a te békességednek, a te szeretetednek. Jézusért kérünk, hogy áld meg őket. Amen. Köszönöm szépen, a gyerekeket engedjük, és miközben a gyerekek elmennek, átmennek az iskolába, mi énekelni fogunk. A 45. éneket fogjuk énekelni. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Ennek a szép éneknek az első, illetve a második verseit fogjuk énekelni. Tehát 45, az Úrnak irgalmát örökké éneklem.
Testvérek, a mai olvasmány Ézsaiás könyvében van megírva, a 43. fejezetben a 11. verssel kezdődően. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valamelyik idegen isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, ki másíthatja meg. Ezt mondja az Úr, megváltótok, Izraelnek szentje. A ti érdeketekben küldök Babilóniába, letörök minden zárat, és a káldeusok pedig jajveszékelnek. Én az Úr vagyok, a ti szentetek, Izrael teremtője, a te királyotok. Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vízen át, aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik, és a lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek fel többé. Elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakállok, a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak a választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő szent igéit, hogy az ő igéje éljen bennünk, hogy ő benne is, ő általa sok gyümölcsöt teremhessünk. Gyertek testvéreim, újra énekeljünk, és énekszóval dicsérjük az Istent, készüljünk az ige hallgatására. A 75. énekünk egy versszakos ének, Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked. Ezt énekeljük. Testvérek, a mára kijelölt ige,
Ézsaiás próféta könyvében van megírva. A 49. fejezetben, az első 6 versben így szól Istennek igéje, Ézsaiás próféta könyvéből, a 49. fejezetből, az első 6 versből. Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek. Már anyám méhében elhívott engem az Úr. Születésemtől fogva emlékezetben tartja nevem. Éles kardá tette számat, keze ügyében tartott engem. Hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem, és ezt mondta, szolgám vagy, Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fáradoztam semmiért, hiába pazaroltam erőmet, de az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már anyám méhében szolgájának teremtett, hogy Jákobot hozzátérítsem, Izraelt hozzágyűjtsem. Ilyen nagyra becsült engem az Úr, Istenemnél van az erőm. Ezt mondta, kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Anélkül, hogy részletekbe menjünk, nem tudom meg nem említeni, hogy az ószövetségi, a héber szentírásnak az egyik legszebb és legvitatottabb fejezeténél vagyunk. Szépsége Isten szabadításában rejlik, vitatott volta abban, hogy kicsoda ez a szabadító. Teológiailag vájtfülűeknek mondom, ez a híres ebedi Jávé kérdés. Jávé szolgájának a kérdése, kiről beszél itt a próféta? És három megoldás van, és mindhárom helyes, és talán mindhárom számunkra is elfogadható. Az első, Isten szolgája, Isten népe. Azaz az Isten által választott nép. A második lehetőség az értelmezésben, hogy Isten szolgája, Ézsaiás próféta, hogy saját magáról beszél. Ez is elfogadható, és ez is egy valószínű értelmezés. És a keresztény körökben a legelterjedtebb értelmezés, nem nehéz kitalálni, hogy Isten szolgája, az ebed Jávé, Jávé szolgája nem más, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus. És mindhárom megoldás szép üzenetekkel gazdagít bennünket. Mielőtt a szigetekről beszélnék, hiszen a szigetekhez szól az Isten szolgája, ennek a háromféle értelmezésnek az üzenetét próbálom megkeresni, illetve megfogalmazni. Mi, akik távolból, egy hosszú távol időbeli távolságból tekintünk vissza a héber szentírásra, mi nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen forradalmas és új gondolat volt az, az ókor világában, hogy csak egy Isten van, és az egy Isten az kiismerhetetlen, megismerhetetlen, ki nem ábrázolható, az ember szolgálatában nem állítható, mindenek fölött való, titokzatos misztérium. Az ókor világában egy picit jártas ember mindjárt a görög mitológiára, de a
a későbbi római mitológiára is gondolhat. Vitatott, hogy a görög mitológiát Homérosz találta-e ki és írta meg, vagy ő maga is úgy vette, mint hagyományt, és építette fel belőle azt a csodálatos irodalmi alkotást, melyet görög mitoszokként ismerünk. Az ősi görög vallás, vagy akár a rómaiak több istenhite. Ezekhez képest sokkal szellemibb, sokkal elvontabb, mondhatnánk úgy is, hogy sokkal inkább nekünk szóló és hozzánk szóló hite volt az Isten választott népének, hiszen az az Isten, amelyik a kijelentésben jelenik meg, az az Isten, az titokzatos és mégis valós. Annak az Istennek nincs neve, mert az ember azt el nem nevezheti. Azért nevezik Jávénak, mert egy játékos fordításban a Jávé azt jelenti, hogy a vagyok a létező Isten, de csak ennyi van róla, sőt, aztán az Ószövetségben, a héber tradícióban a Jávé nevét ki sem szabad mondani, hogy az ember valamiképpen magának ki ne sajátítsa az Istent. Ezt az Istent nem lehet kiábrázolni, nem lehet a piacon szobor, érem, medálion vagy karkötő formájában eladni, mert ez az Isten ennél sokkal nagyobb. Ez az Isten a teremtette a mindenséget, és ebben a mindenségben helyezi el azt az embert, amelyről az Istenről belső tudással tud, erről az Istenről a kijelentésben hall, és ebben az Istenben bízik. Szóval az Isten szolgája, az az Isten népe, aki először fogadja el azt, hogy az Isten az fölötte áll mindennek. És nem kis dolog ez, és még ma is nehéz az embereknek sokszor elmagyarázni, hogy éppen az a lényeg, hogy az Isten az nem a miénk úgy, hogy csak velünk törődjön, hogy csak a mi dolgainkat tartsa szem előtt, hogy úgy cselekedjen, ahogy mi akarjuk. Az Isten ettől sokkal több, sokkal nagyobb és sokkal titokzatosabb valóság. Persze én tudom, az ember szeretni a lábához szelídíteni az Istent, de akinek ilyen Istene van, az bizony nem az Istenbe hisz, hanem bálványban. Aztán Ézsajás, a második értelmezési lehetőség, aki azt mondja, hogy Isten tudott rólam, elhívott engem, születésemtől fogva, emlékezetében tartja a nevemet, éles kardá tette a számat, tegzébe tett engem, és ezt mondja, hogy szolgám vagy. Sőt, azt is mondja, hogy már anyám méhében szolgájának teremtett, hogy Jákobot hozzátérítsem, hogy Izraelt hozzágyűjtsem. Nyilván egy próféta, aki az Isten üzenetét tolmácsolja, annak ott van a szívében az a meggyőződés, az a tiszta hit, hogy neki ez a dolga, őt az Isten erre választotta el, és legyen bármi, ő neki el kell mondani az igazat. Emlékeztek? Mondtam nektek, a prófétaság nem azt jelenti, hogy valaki elmondja, hogy mi fog a jövőben bekövetkezni, hanem a prófétaság azt jelenti, hogy valaki elmondja az igazat, és azt mondja, ha így cselekeztek, annak következményei lesznek. A próféta elsősorban az igazat mondja el, de az igazságból bomlik ki az üzenet, hogy minden tettednek, minden gondolatodnak, mint közösség, mint nemzet, mint kultúra, mint civilizáció következményei vannak. Így mondja el a jövőt, és nem úgy, hogy egy rossz Nostradamusként ködös és homályos jóslatokba bocsátkozik. Ézsajás sok mindent megjövendőlt. Őt tartjuk az Ószövetség evangélistájának. De az ő szolgálatában is a legfontosabb az igazság kimondása volt. És akkor
harmadik értelmezés. Ki az igazi szolgája az Istennek, akinek már nem csak az a dolga, hogy összegyűjtse Jákobot vagy Izrael népét. Hadd idézzem pontosan, azt mondja, hogy én kevésnek tartom azt, mondja az Isten, hogy Jákob törzseit helyreállítsad, hogy a megmentett Izraelt visszatérítsed, hogy ezekbe legyél az én szolgám. Én többet várok tőled, a pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson a szabadításom a föld határáig. Ez pedig kicsoda? Az az Úr Jézus Krisztus, akinek az üzenete egyformán érvényes Ausztráliában, Magyarországon, Afrikában, Ázsiában, bárhol, ahol megszólal az evangélium, ott, akik halló, értő és befogadó szívvel hallgatják, tudják, hogy itt az élő Isten szól és üzen, és meg akarja szabadítani az egész világot. Mondtam már nektek, hogy Ézsaiás az Ószövetség evangélistája, az Ószövetség jó hírt mondó prófétája. Van ettől jobb hír, hogy a végső győzelem az Istené? Főleg ma, 2022-ben kinyitjuk az újságot, bekapcsoljuk a televíziót, hallgatjuk a rádiót, és ömlenek sokszor nem csak a rossz hírek, hanem az ördögi tervek és az ördögi praktikák és a sátánnak mindenféle cselszövése. És akkor megszólal az evangélium, és azt mondja, hogy de úgysem a gonoszság fog győzni, hanem végül is az Isten fog győzedelmeskedni. Isten megszabadít, és ez a szabadság eljut a föld végső határáig. És a szigetek. Hiszen úgy kezdődik az ige, hogy hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek rám, ti távoli nemzetek. Kik ezek a szigetek, kik ezek a távoli nemzetek? A távoli nemzeteket nem kell megfejtenünk, hiszen tudjuk, mindazok, akik még nem hallottak erről az Istenről, aki a világot, a mindenséget teremtette, aki kiismerhetetlen, megismerhetetlen, aki uralkodik, aki önmagát kijelenti. De ugyanakkor ezek a szigetek mi is vagyunk. Ma különösen érezzük a gyülekezeteknek, a templomoknak a sziget jellegét. És szeretném, hogyha ti is úgy éreznétek, sőt ebben munkatársaim lennétek, hogy mi nem akarunk olyanok lenni, mint a világ. Az egyháznak nem kell a világgal versenyeznie. Pontosan az a lényeg az egyháznak, hogy amikor elegem van a világból, amikor tele van a hócipőm azzal a sok bárgyú marhasággal, amit lehet hallani, és amit meg lehet enni, meg lehet venni, el lehet fogyasztani, akkor átkerüljek egy olyan helyre, ahol mindez megszűnik, és ahol az Isten szól, és a lelkemmel beszélget. Az egyház egy sziget. Pál János bácsi jut eszembe, egy áldott emlékezetű presbiterünk, hogy könnyítsek ezen a nehéz gondolaton, idézem az ő nagyon szellemes, de végtelenül igaz mondását. Ő mindig azt mondta, hogyha egy közösségben, ahol 100 ember lakik, 60 nem normális, abban a közösségben az lesz a normális, ami nem normális. Ma pedig az lett a normális, ami nem normális. És akkor mondok nektek egy gyakorlati példát. Ma délután egy esküvői főpróbát tartunk egy ifjú párral. Nekem, mint lelkésznek ilyenkor vannak adminisztrációs tendőim, ki kell töltenem különböző papírokat, amit majd el kell küldeni az államhoz, meg mindenféle egyéb. Sajnos már régóta nem volt esküvőm, és most találkoztam először ezzel az új nyomtatványjal. Kérlek, alássan, az új nyomtatványa következőképpen van megfogalmazva. Partner 1 és partner 2. A partner 1-nek az első szüleje, a partner 1-nek a második szüleje, a partner 2-nek az első szüleje, az első szülejének az eredeti neve. Most kérem,
Nekem apám nem az első szülőm, hanem az apám. Anyám meg az anyám. Édesapám és édesanyám, egyébként így szólítom őket. Most ez a világ normális? Nem olcsó pontokat akarok szerezni, amikor ezt elmondom. Azt csak azért mondtam el, hogy így ma reggel, amikor töltögettem a papírokat, jöttem rá, hogy 2000, nem tudom, mikor az utolsó esküvőm, 2000, valamikor a Covid, 21-ben, 20, valami ilyesmi, azóta ennyit változott a helyzet. És ez nem áll meg, ez csak rosszabb lesz. De persze, hogy szigetek akarunk lenni a nem normális világ normalitásában. Mert ma már az a normális, ami nem normális sajnos. De sziget vagy te is. Egy sziget vagy. Minden embernek az élete egy külön regény. Egyik nagy mulasztásom lelkipásztorként, hogy nem gyűjtöttem össze azokat a megemlékező beszédeket, amiket itt ebben a mikrofonban, meg itt ennél a pulpitusnál az emberek elmondtak temetésekkor. Több száz, talán ezer embernek az élete. És mindegyik érdekes, és mindegyik egy külön regény, egy külön sziget. És jó is, hogy így van. És minden család egy külön sziget. És minden nemzet egy külön sziget. És ez így van jól. Így teremtette az Isten ezt a világot. Ebben a sokszínűségben. Ebben a sokszínűségben, melyben összeköt bennünket az emberség. Még sokat tudnék erről mondani, de záró gondolatként mondom el nektek azt, hogy ebben a rövid pár hétben még otthon voltam. Tudjátok, mit láttam? Hogy nincs semmi különbség. Egy ausztrál, egy magyar, egy román, egy lengyel, vagy más nemzetiségű ember között. Az emberségben nincs különbség, a kultúrában van. De valahol mélyen, legbelül összeköt bennünket az a humanitás, az az emberség, az az Isten képűség, amit nekünk hordani kell. És nekem teljesen mindegy az, hogy te milyen nyelven beszélsz, ha ember vagy. Ha ez a humánum benned van. Én nagyon sok jót, és őszintén mondom, emberséget megtapasztaltam Magyarországon is, Erdélyben is, magyaroktól is, és románoktól is, hogy jól esett, örült az én lelkem. Örült az én lelkem. Mert látom, hogy vannak ilyen emberséges szigetek, emberek, akik az embertelenségben megmaradtak, Isten képűnek, Isten képmását hordozó teremtménynek. Szóval hozzánk szól ez a bíztatás. Mi vagyunk ezek a szigetek. Minket fog megszabadítani az Isten, és már megszabadított azzal, hogy itt vagyunk. Már megszabadított azzal, hogy kimozdított bennünket abból az abszolút közönyből, amely uralja ezt a társadalmat, abból az értékmentességből. Ilyen nincs is egyébként, ez egy teljesen üres, nonsens fogalom, hogy értékmentes, vagy értéksemleges. Ugyan már. Mi értékesek vagyunk, úgy, ahogy vagyunk. Mi magyarok, magyarokként, mások pedig másként. És mélyen legbelül összeköt bennünket az Isten képűség. Mert ugyanaz az Isten képűség van itt is, ott is, máshol is. Kedves testvérek, ez az evangélium. Az Isten képű embert meg lehet szorongatni. Mint ahogy bennünket is 1849-ben meg lehetett szorongatni. Néha az Isten képű ember leteszi a fegyvert, néha letetetik vele, néha kiütik a kezéből, de úgy is győzni fog. Ez az evangélium. Ezt kellett nektek ma elmondanom, ez volt a kijelölt ige. Hogy beírjam a szívetekbe, hogy az Isten szeret, hogy az Isten meg fog menteni.
És nem a sátán, nem a gonoszság, hanem az Isten, a szeretet és a humánum fog győzni. Amen. Testvérek, válaszolunk az igére, és ez alkalommal nem a 120. ének lesz, mert azt gondolom, hogy sokat énekeltétek, hanem a 139. éneknek az első verse. A 139. énekünknek első verse, Hallók Uram szent igédnek gyönyörűséges hangját. Testvérek, együtt és fennállva imádkozzunk. Mindenható Isten, köszönjük a Te szent igédnek gyönyörűséges hangját. Köszönjük, hogy Te szabadítást. Köszönjük, hogy Te győzelmet hirdetsz a gonosz felett. Bocsáss meg, hogy sokszor a hitetlenség csapdájába, a közömbösség állapotába süllyedünk. Köszönjük, hogy ma ide szólítottál, és lelket próbálsz önteni belénk, hogy tudjuk, hogy vállaljuk azt, hogy nem csak kötelesség a Te orcádat hordozni ebben a világban, hanem az egyetlen lehetőség az alkotó, az értelmes, értéket teremtő életre. Köszönjük, hogy ezt ránk bíztad, és köszönjük, hogy ebben szent lelked által segítesz is nekünk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a kis szigetet, a mi nemzetünknek a szigetét. Köszönjük a magyarság múltját, melyre büszkék vagyunk. És köszönjük, hogy valahányszor az erőszak látszólag diadalmaskodott felettünk. Az erkölcsi győzelem, mely mindennél fontosabb, az a miénk lehetett. És bocsáss meg, hogyha vétkeztünk, hogyha mások ellen mentünk, ha másokat bántottunk. Köszönjük neked ezt a szigetet, vagy a mi kis gyülekezetünk, közösségünk. Köszönjük, hogy itt nem a világ hangja, és nem a világ divatja határozza meg az együttlétet, hanem a Te igéd, a Te üzeneted, és a veled való közösség. Köszönjük családjainkat, azokat a kis szigeteket, melyek a miénk, és amelyeket ránk bíztál. Hát, hogy megőrizzük és megtartsuk őket. És hát, hogy ezeken a szigeteken, a mi életünkben meghatározó legyen az, hogy tőled kérjük és várjuk a szabadítást. Mennyei édesatyánk, Krisztusért, a Te szolgádért, aki az életét adta mi érettünk, kérünk, hogy hallgass meg minket. Ámen. Testvérek, csendben mondjuk el a személyes imádságunkat, utána pedig közösen, hangosan mondjuk a mi atyánkot, az Úr imáját.
Legyen áldott az Isten, aki meghallgatja mi könyörgésünk szaván. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinkép, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most és mindörökké. Ámen. Foglaljunk helyet. Akkor mégiscsak jól tudtam, a 45. énekünket énekeljük, amit már énekeltünk, de a harmadik verset nem énekeltük, úgyhogy a 45. éneknek a harmadik versét fogjuk most énekelni. Boldog a nép, amely te néked örvendez. Testvérek, hirdetések röviden, hálás köszönet mindenek előtt azoknak, akik az elmúlt 4 vasárnapon a szolgálatot végezték, Ibolyának, Mártinak, Sanyának és Ferinek. Hallom, hogy kiválóan helytálltak, és ezzel is bizonyították azt, hogy nálunk az egyetemes papság elve érvényesül. Az egyetemes ilyen szempontból az univerzálisat jelent. Ami azt jelenti, hogy minden egyes hívő ember pap is egyszerre, hiszen közvetlen kapcsolata van az Istennel, és igaz meggyőződéssel hirdetheti az Isten igéjét, ha erre felkérést és megbízatást kap egy gyülekezetben. Köszönöm szépen még egyszer, nagyon hálás vagyok nektek ezért a 4 szolgálatért. Köszönöm a lelkész kollégáknak, akik a bibliaórákat megtartották. Remélem, hogy mindannyiatoknak épülésére szolgált a bibliaóra is, és jó volt nektek is új, friss és más hangot hallani. Nekem gyorsan eltelt ez a 4 hét, és úgy jártam, hogy hazamentem és visszajöttem. És ebben az egyszerű kis mondatban nagyjából minden benne van, amit gondolok erről, és szerintem többen is osztjátok ezt az érzést. Az embernek Tamási Áron szerint az a dolga, hogy valahol otthon legyen a világban,
otthon vagyunk otthon, itt vagyunk itthon, de igazából mindenkinek csak egy szülőföldje lehet, és hát a miénk, itt, akik ülünk ebben a templomban, a miénk az a Kárpát-medence. Biztos ezért van az is, hogy amikor hazamegyek, akkor olyan vagyok, mint a talpára eső macska, azonnal elkezdek rohangászni körbe-körbe. Amikor pedig visszajövök, akkor ilyen szédelgek egy kicsit. Még mindig szédelgek attól az úgynevezett, nem tudok jobb kifejezést erre, mint a jetlag. Otthon nincs ilyen problémám. Ahogy megérkezem haza, azonnal tudom, hogy hány óra van a biológiai órám, azonnal visszaáll. Akkor visszajövök, akkor mindig el vagyok veszve az időbe. Ma is kicsit úgy az időn kívül a térben úgy el vagyok tévedve. Ettől függetlenül nyilván nekem ez a dolgom, hogy itt legyek, és nem választott hely számomra ilyen szempontból ez a templom és ez a szószék, ez az úrasztala, hanem küldetés, engem valamiért küldtek, és ameddig az Úristen valóban máshova nem küld, addig nekem ez a dolgom. De ettől jó volt visszajönni, és jó most veletek újra találkozni. Mindenhol elmondtam, hogy milyen kedvesek, milyen jók és milyen hűségesek vagytok. Hozom az otthoniak üdvözletét is, üdvözölnek benneteket sok helyről, ahol megfordultam, mindenhol kíváncsiak, mindenhol csodálkoznak azon, hogy itt van magyar gyülekezet, van magyar templom. Nem is közönséges dolog ez, mi nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen nagy érték és milyen nagy kiváltság az, hogy van egy sziget. És erre a szigetre mindig el lehetett jönni, amikor az ember úgy érezte, hogy valami másra vágyik. Sőt, én megmerem kockáztatni azt is, hogy valami többre vágyik. Na szóval itt telt el ez a 4 hét. Sok mindennel, volt benne ünnep is, volt benne szomorúság is, volt benne kihívás is. De ezeket majd a személyes beszélgetés során el tudom mondani nektek. Rendre és szépen sorba. Hirdetem azt, hogy kedden visszatérünk a bibliórákhoz. Eddig is voltak bibliórák, de akkor kedden most már én tartom. És csütörtökön este pedig visszatérünk a csütörtök esti beszélgetésekhez. Tehát kedd és csütörtök 7 órától, kedden biblióra, csütörtökön pedig beszélgetés Istenről, emberről, reformációról. Ha jól emlékszem, Calvin teológiája következik, tehát Calvinról fogunk csütörtökön beszélgetni. Hirdetem viszont szomorú lélekkel, hogy odahaza Erdélyben, szeretett szülőföldjén elhunyt Ince Dezső testvérünk. Ez egy nagy tragédia és nagy kihívás volt szegény Ibolyának elsősorban. Én tudtam a betegségéről, mert Ibolya megkeresett telefonon, és imádkoztam is, hogy ne szenvedjen Dezső testvérünk. Ő meghalt a szülőföldjén, mindig is azt mondta, hogy ott szeretne meghalni, és ott szeretne élni. Ennek a kívánságnak egy része teljesült, ott hunyt el Marosvásárhelyen. A temetésről a család majd később rendelkezik. Isten áldja meg az ő emlékezetét, és adjon vigasztalást Ibolyának és az ő családjának, tehát a rokonságnak odahaza Erdélyben is, természetesen is itt Ausztráliában is. Mihelyest tudunk a temetésről, a gyászszertartásról, akkor azt megosztom veletek, és azt tudni fogjátok. Azt hiszem, hogy ez minden hirdetésem. Ibolya, van még? Van ebéd ma? Ki nem találjátok, hogy mi lesz? Na? Pörkölt? Na hát akkor a pörkölt lesz. És 2 hét múlva is lesz ebéd, igaz, október 23-án, és akkor igazatok van, hadd hirdessem október 23-át. Az a különleges eset, hogy most vasárnapra esik október 23. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk esti megemlékezést tartani, mert 2-t nem tudunk tartani, és útjában lennénk más magyar közösségek megemlékezéseinek is, hiszen lesz a Magyar Központban is, és máshol is megemlékezés.
Mi az Isten tiszteletre emlékezünk meg október 23-áról. Lesznek versek, lesz egy rövid történelmi ismertető, és talán az iskolából is egy pár kisgyerek elmond egy pár verset, hogyha ezt meg tudjuk majd a tanítókkal és a szülőkkel beszélni. Ti emlékeztek, hogy az elmúlt 20 évben mi úgy emlékeztünk meg, hogy mindig egy gyertyát gyújtottunk. Mivel fényes nappal van, a gyertyáknak a szépsége vagy misztikuma egy picit elvész. Ezért az lesz a javaslatom, hogy én veszek virágot. Az Anyaszentegyház vesz virágot, nem én, a gyülekezet. És ott az ajtónál mindenki elvesz majd egy szál virágot, és mintha gyertyát gyújtana, miután megvan az istentisztelet, megvan a megemlékezés, azzal fejezzük be, hogy mindenki az 56-osok emlékére, ide az úrasztalára elhelyez egy szál virágot. Tehát most nem gyertyázunk, mert nappal van, viszont virágot el tudunk ide helyezni, és emlékezzünk méltósággal 1956-ra, hiszen nagyon-nagyon-nagyon fontos. Tehát október 23, 11:30-kor istentisztelet, az istentiszteleten rövid megemlékező, méltóságos műsor. Meglátjuk, hogy milyen igét jelöl ki számunkra az ige hirdetési kalendárium, és az ige hirdetésben is természetesen ott lesz majd 1956, és a végén, hogy ti is részt vegyetek, mindenki el tud helyezni egy csokor virágot ide az úrasztalára, hogy megemlékezzünk a hősökről. Azt hiszem, hogy most már tényleg elmondtam mindent, és aznap is lesz ebéd, de ezt már mondtam. És még egy, jaj, mondom, hogy egy kicsit az időbe és a térbe ugye el vagyok veszve, lesz koszorúzás is, tehát azzal kezdődik, akkor kezdjük előről. Október 23-án délelőtt 10 órától koszorúzunk a káltoni temetőben. 11 óra 30-tól istentisztelet lesz. Úgy tudom, hogy az új nagykövet úr is itt lesz és meglátogat bennünket. És ő is részt vesz az istentiszteleten, sőt majd megkérjük, hogy egy nagyon rövid köszöntőt ő is mondjon, ha ezt megteheti. Utána lesz ebéd, rántott hús, igaz? Na szóval most már mindent elmondtam. Megjegyeztétek? Összezavartalak rendesen? Remélem, hogy nem. Na, várunk benneteket jövő vasárnap is, várunk benneteket október 23-án is, és gyertek ma is, ebédeljetek velünk az ebéddel, a magyar iskolát is támogatjátok. Köszönöm szépen. Utolsó énekünk a nemzet imája, Isten áld meg a magyar, fennállva énekeljük.
az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme legyen mindannyiunkkal. Amen.